Ki van? A következő Game Master, és átveszem tőled a világot. És azt hogyan tervezed? Én lányítok itt mindent. Mit akarsz? Ez meg mi? Egy vírus csináltam magamból, nem tudsz kitörölni úgy, mint egy játékos. Tűnj innen, hagyjál békén! Hívlak egy challenge-re! Mondj egy játékot, amiben megküzdünk a Game Master címért. Most szívtad meg! Death Central Spotlight, abba verhetetlen vagyok. Na majd meglátjuk! Ha legyőzöl, kitörölhetsz. Ha nem győzöl le, én leszek az új Game Master. Megegyeztünk? Na akkor toljuk! Ugyanannyi pontod lett? De nem győztél-e? Mivel én vagyok az új Game Master, hadd játsszam csak vissza a megállapodásunkat. Ha legyőzöl, kitörölhetsz. Ha nem győzöl le, én leszek az új Game Master. Megegyezhetsz? Döntetlen lett, tehát nem győztél le. A francba! Végül is, legalább visszatérhetek a való világba a haverjaimhoz. Nem, de a túszom leszel. Ne! Megcsinálom a Game Master 2.0-át. Sokkal jobb lesz, mint az előző verzió. A folytatások sose jobbak, mint az első rész. Mindig az a legjobb. Hasonló lesz, mint az előző. Beillesztek a cím mögé egy 2-est, eladom újra 60 euróért, manapság minden cég ezt csinálja. De nem akarok menni! Ez az? Ez az! Attila, mit akarsz? Toljuk csapatba! Battle Royale játék lényeg, hogy 100 játékosból csak egy nyerhet, hülyeség csapatba játszani. Miért vagy ilyen? Nézd már, hogy milyen jó táncolók! Csak hogy megy a bugi! Attila, felejtsd el! Battle Royale-t egyedül kell játszani, és meg is kell nyerni. Ha minden jobb a csapatban! Attila, fejezd be! És miért vagy ilyen durci, Manó? Játsszuk együtt! Azt mondtam, hogy nem! Mit nem értesz ezen? Ez mi? Kocka kommandó! Vészhelyzet van! Átvették tőlem a Game Master címet! Vissza kell jöntök a játékba, hogy megmentsetek! Csináltam egy kis kaput, amin keresztül be tudtok jutni, de mind a négyetöknek egy helyen kell lennetek! Szedjétek össze a csapatot! Mentsetek meg! Kössétek össze a mobilatokat! Vészhelyzet van! Segítsetek! Baszki! Gyere! I draw! This is how I duel!
I activate the spell card, polymerization. It's over for you. Come, Cyber End Dragon! Ez a pakli sem ért semmit! Óvis, te is megkaptad BZ üzenetét? Mi? Mégis miről beszéltek? Kikaptam a retek Duel Linksbe, azért dobtam a telefonomat az ajtónak. Igen, tudom, elég szarérzés. Igaza van Tonynak, ez tényleg egy szarjáték. Fú, tényleg, Tony, mennünk kell érte, BZ bajban van. Miért? Mert mi történt? Útközben elmagyarázzuk, gyerünk gyorsan! こちらは肉屋のおじさん特製のとんかつでございます。至高の一品です。そのお皿にパワーストレートしてやる。さっきからされるの大好き。みあファスト、やったもだと、めくりばんチェング。ポルノやてごてそこラップポルバントーニー。あこそらそぐらしゅう。アティラネチェスタ、ワンフォルトシャブドーグンキシェンネア。Óvis, te meg mit keresel itt? Értem, a hülye kártyajátékoddal játszol. Kap be! Majd a Bence elmondja. BZ-t megtámadták a Game Masterbe, és vissza kell mennünk segíteni neki. Oké, rendben, majd mondjátok el, hogy hogy sikerült. Mi van? Az hold biztos, hogy én oda-vissza nem megyek. Majdnem belehaltunk, nem emlékeztek rá? De most BZ hívott minket, hogy megmentsük. Nem egy őrült Game Master, aki meg akar ölni minket a játékba. De ha megint valami pónis játékkal kell játszani, biztosra veszem, hogy megölök valakit. Srácok, végre egy helyen vagytok. Nyitok egy portált a játékba. Hol van hozzátok a legközelebbi gép? Ez a laptop bizony itt marad. Tony, az életem a tét! Kapcsold be azt a rohadt laptopot! Akkor bizony megdög lesz. Jézusom, Tony! Új, Tony! Majd később add meg a címét, Tony. Most álljátok körbe a laptopot. De hogyan tudunk már segíteni? Amint bekerültek a játékba, velem fogtok találkozni. De nem is látszik nagy bajba, ha így tudsz velünk kommunikálni. Nem, hát! Mert én nem BZ vagyok, gyökerek! Üdv! A Game Master 2-ben! Hol van BZ? Amúgy a nevem Cornel, de legyetek csak udvariatlanok. Leszarjuk ki vagy! De hoztál ide minket? Igen, én vagyok az új Game Master. BZ-nek adtam ki magam, hogy ide csaljalak titeket. Akkor kisek elszabadítanunk? Ja igen, az első üzenetet tényleg ő küldte, de börtönbe zártam, úgyhogy ti tudjátok csak kiszabadítani. Hogyan? Ha jól tudom, egyszer már végignyomtátok a Game Master. Az ugye a régi módi volt, de az enyémen is végig kell menetek, hogy kijuthassatok. De hol van BZ? Nyugodjatok már a csába! Most szeretném elmondani, hogy mi fog történni. Akkor siess, mert rohadtul nem érünk rá. Először is hadd mutassam be a másik rabszolgámat. Na, ez már jobban tetszik. Hogy a francba kerültem ide? Átosztalak a játékok keresztül, amivel játszottál. Te leszel a rabszolgám. Hülye vagy, kap be! A modulán még kicsit javítanom kell, de vizuálisan odavág, nem? Nem panaszkodok. Na szóval, 4 fő játékon kell végigmenetek, hogy kiussatok. De minden fő játékon belül lesznek mini játékok. Mini játékok? Tudod, mint például egy akciójáték, és akkor abban le tudsz ülni kártyázni. Tehát egy játékban van egy másik játék. De ez a hülyeség. Idegesítőek vagytok. Szóval az első játék az anime. Mindenki egy anime-szerű játékba fog bekerülni. Ha végigviszitek, kaptok egy-egy kulcsot, amivel ki tudjátok szabadítani BZ-t. És mi a faszom az az anime? Tudod, az a porno, amit a Tony néz. Az hentai. De mindegy. Jézusom, mennyivel egyszerűbb volt az életem, míg nem játszottam. Hogy motiváljalak titeket, minden egyes alkalommal, ha megnyertek egy nagy játékot, a rabszolgám egyre lengébb ruhába fog mellettem állni. Mi a franc? Ez az. Na, ma mit kell tenni? Mindenki bekerül a saját játékába. Aki 10-szer meghal, vagy nem nyeri meg a mini játékot, az törlöm. Sok sikert!
Te perverz állat, ha kiszabadulok, megöllek. Én vagyok a Game Master. Azt teszed, amit én mondok. Várj csak ki a végét, babám. Szóval te lefelad ellenfelem? Hé, te! Te bemoltál az előző Game Masterbe is. Ne, ez egy másik Tamás. Ezt egy Yu-Gi-Oh sorozatból klónoztam le. Yu-Gi-Oh? Mi a fasz? Ne basszál már fel! Yu-Gi-Oh-znom kell. Remélem szereted. Bence, Bézé, Óbis, Attila is tudnak Yu-Gi-Oh-zni. Miért pont én kerültem ebbe a fosba? Hát jó, akkor pádol! Mi fasz? Próbáltál nekünk segíteni az előző Game Masterbe? Igen, de miattatok örökre itt ragadtam. Mármint a Tony miatt? Nem számít. Ennek a minijátéknak én vagyok a Game Master. Kardoznunk kell? Készülj rá, mert én tudok kardozni. Értem. Akkor lássuk, mit tudsz. Ne baszd ki velem! Óvis, hát már tudod is, hogy milyen játék ez? Már megint ez a hülye verekedős játék. Ó, ez nem a Tekken Combat, ez egy anime stílusú verekedős játék. Na, ez még jól is hangzik. Ezt majd törött végtagokkal mond ilyen boldogam. Na baszd ki! Bence, üdvözöllek a képességekkel rendelkezők iskolájában. Mi ez? Az X-Men? Nem. Ez egy anime. Bár sok a hasonlóság. Szóval szupererőm lesz! Jól hangzik! Mindjárt ki is derítjük, mi az. De bénák, édes Istenem, így még a második játékig se fognak eljutni. Miért szivatod őket? Utálom a kockákat. Minél jobban szivatom őket, annál jobb kedvem. És miért utálod a kockákat? Túl sokat kérdezel. Inkább drukkolj, hogy ne nyerjenek, mert vetközni fogsz. Te szemét. És most mi a francot kell csinálnom? Mondjuk, aktivált be a duel diszket. Micsodát? A kezünkön lévő szar. Jó, hogy ezt? És hogyan? Istenem, van egy gomb az alján. Bazd meg! A paklid már benne van. Ha kezdődik a játék, fel tudod húzni az első 5 lapot. És mikor kezdődik? Úgy, ha kimondod azt, hogy párbaj. Párbaj? Kezdjük! Ha húzzuk fel az első lapjainkat. Ja, fasz! Ne csaljál! Azt mondtam, az első 5 lapot húzzuk fel, erre felhúztál 10-et. Hülye vagy, Tón? Ismerem a szabályokat, bazd meg, ilyenért nem mondjatok le életet.
csalásért, és ha veszítesz, le fogunk vonni egy-egy életet. És mivel neked összesen 10 van, ennek a párbajnak hamar vége lesz. Aj, de legalább valaki segíthetne már. Tóni! Bézé! Segíthetné már ebbe a Yu-Gi-Oh-ba, mert nuszom sincs róla. Yu-Gi-Oh, amúgy, de az nincs megtiltva, hogy segítsek neked. Az nincs. Nekem aztán mindegy, ha segítesz neki, ha nem, engem úgy sem tudtok legyőzni. Azt majd meglátjuk. Párbaj! Jó, kezdő ki az elsőbség. 1, 2, 3, 4, 5. Te kezdesz. Pézi, segíts. Mit csináljuk? Úgy tűnik, úgy van megírva a program, hogy ne lássam a lapjaidat. Ha van nálad szörnylap, akkor hívd le azt. És honnan tudjam, hogy melyik a szörnylap? Szörny van rajta? Mindegyiken szörny van. Sárga színű? Ezzel kezd, ember. Akkor válasszál ki egy olyat, ami 4-es szintű, és legalább 1800 támadással rendelkezik, majd hívd le támadóállásba. Hát baznak, ebből egy kibaszott szót se értettem. Megfogsz egy szörnyet, és lehívod a támadóba. Most mi a faszért már megint? Még a haverod is megmondta, hogy egy szörnyet hívjál le, ami narancsága. Erre lehívta egy zöldet, szimpak vagy? Igen, bazd meg, az, szintévesztő vagyok. És ezt nem mondtad volna nekem el korábban? Hagyjál már, ne basztassál! Nyugi, a párbaj nem indult újra, mert nem csaltál, csak olyat csinálta, ami nem lehetséges. Ez mínusz egy élet. Tóni, hívjál már le egy szörnyet támadóba, ne legyél már szerencsétlen! Jó van, ne basztassál már! Ez de menő! Ezt szerint miért nem mondtátok? Megtámadlak! Istenem, az első körben nem támadhatsz. Komolyan mondom. Akkor miért elmennek az egész szarnak? Most? Túl sokat húztad az időt. Úgy nézem, hogy itt másik percúba lejárt. Akkor gyorsan add át a kör! Te jössz! Akkor az én köröm. Akkor húzom. Mi a fasz? Húzott egy lapot és elvisz minket a szél? Az egy anime, Tóni. Ezért nem nézek ilyen bőszmeségeket. Akkor kezdem. Kijátszom a Cyberdink fizikusokatomat. Fizetek 2000 pontot. Majd kijátszom a Cosmic Cyclone-t, így fizetek 4000 pontot, így 1000 pontot marad. Bézi, nem az a lényeg, hogy levigyük az ellenfél pontjait? Ő most levitte a sajátjait 4000-ről 1000. Itt valami nem stimmel. Mivel 1000 vagy kevesebb életpontom van, aktiválom a skill-em. Lásson Zero, vagyis olyan lapot játszok ki, amelyre életpontot kell fizetni, nem kell fizetnem. Megidézzen, Cybersteret! Ha! A tiédnek csak 700 támadó pontja van, az enyémnek 1800! Cybersteinnek 5000 életpontot kellene fizetnem, hogy megidézzük egy fúziós szörnyet. Dunszkocs sincs mi az a fúziós szörny, de az 1000 pontjából nem tud 5000-t fizetni. Tóni, most mondta el, hogy ebben a körben ingyen aktiválhat ilyen képességeket. És van olyan fúziós szörny, amitől félnünk kell? De ingyen teltem, tehát lejövök két Blue Eyes Ultimate Dragon. Blue Eyes Ultimate Dragon, üssi Tóni! Merekülsz azzal, csak elodázod a vereségedet! De legalább életben maradok! Azt nem hiszem! Szellemkard csapás! Ez már menőbb, mint az előző. Hogy fair legyen a küzdelem, minden egyes halállal egy újabb kardot fogsz kapni, ami egyel erősebb. Hogy fair legyen a harc, ne használd a szellemkardjaidat. Bosszút kell állnom, s miattatok ragadtam itt? A Tóni miatt, de se baj. Védd magad! Zoli, ne csináld! Inkább segíts nekünk legyőzni a fő Game Mastert! Igen, a múltkor is ezt akartam, és mi lett? Hátba lőttetek! Mi?
eddig mindig a Tony volt. És az ő tetteiért nem vállalok felelősséget! Akkor fogadd el a sorson! És hajj meg, tűzlet! Megnyerjük a játékot, és Bézi lesz a Game Master, kiuttatunk téged is! Mit sem ér számomra a hazugok szava? Kezd elegem! Ha te vagy a Game Master, akkor legalább azt mondd meg, hogy milyen képességei vannak a kardomnak! Nem segíthetek neked! Belém van programozva! Ez sok mindent megmagyaráz. Zoli, ne pofász, hanem végezz velem! Rendben! Tybor, egyszer már legyőztelek, és figyelmeztetlek. Azóta már jobb vagyok ezekben a verekerős játékokban. Ne bízd el magad. Tybort legyőzhetted, de itt más szabályok vannak. Hadd halljuk. Mondj el a tökköm, ezt majd kitapasztalod. Te is jó fej Game Masters vagy. Na nézzük. Ha jól látom, nem csak HP csíkom van, hanem ki csíkom is. Ha jól gondolom, ebből fogok képességeket használni. Ügyes. De akkor most védd magad. Ön volt ez? Ki ez, Zan? Egészségedre. Ez a támadás neve. Nem rémlik a régi songokus rajzfilmből? Azok a rohadt jogdíjak, mi? De nem mondhatjuk ki az anime nevét, mert beperlik a Game Mastert. Na de akkor én ki vagyok a sorozatból. Remélem, hogy Songoku. Próbáld használni a képességet, ha tudod. Mi a faszom volt ez óvis? Mi a tökön volt ez? Mi a francért lőttem ilyen kis kamehamehát? Na vajon, gondolkozz már! Basszus, persze! Alig töltött be a ki csíkom. Minél nagyobb lesz a betöltött csík, annál nagyobb lesz a támadásom. Most véged! Szerinted hagyni fogom, hogy betöltsd? Vegita! Mi a fasz? Azt mondtad, van képességem. Mi az? Én a játékmestere vagyok. Nem fogok segíteni. Az összes Game Master köcsög amúgy? Annyit segítek, hogy megtámadlak, és ha tudsz védekezni, akkor megvan a képességed. És most váltsunk egyszerűen. Jó, ennyire azért nem vagyok szadista. Mivel ez egy akadémia, nem kell rögtön az igazgató ellen küzdenem. Ez jó hangzik. Jöjjön az egyik tanítványom. Én őt láttam a Call of Battle Siege-be, meg a World of Fantasy-be is. Ja, ő az alap NPC-nk, amit minden játékba beépítünk. Feláldozható. Itt vagyok ám én is, hallom ám. Pofa be NPC, most az igazgató beszél. Bence, az a feladatod, hogy találd meg a képességedet, és öld meg. Kedves egy játék ez. Ezt egy ikarcot kell levernem? No problemo. Ah!
Bence, hát a nagyon balfasz vagy, hadd segítsen. A képességedet úgy hívják Alfor One. Mi a fasz? Ismerős a hangod. Ki vagy te? Az tök mindegy, ki vagyok, segíteni akarok. Úgy tudod használni a képességet, ha egy testrészedbe koncentrálod az erőd, majd azt mind oda vezeted. És azt hogyan csinálom? Szerinted hogy a faszomon mutassam meg? Próbáld meg, koncentrálj. Majd kiabálj egy helységnevet, és hogy smash, és már támadhatsz is. Így nagyon hamar el fog fogyni a 10 életed, ha még a képességedet se tudod aktiválni. Ilyen gyenge tanítványom még sose volt. Ölhetem igazgató? A tiéd. Tégy vele, amit akarsz. A kezem! A kezem! Hagyom fel! Szóval most már tudjuk, mi a képesség. De még nem tudod használni. Jó. Nagyon jó. Következő NPC! Kapd be! Átvertél, rohadék! A képességem eltörte a kezem! Mert még túl béna vagy és nem tud irányítani. Az alfában egy hatalmas erő. Te meg csak egy kis pöcs. Az előtte mindent a kezed irányítottál. Persze, hogy a tested nem bírt el a nyomást. Akkor mit csináljak? Ó, retardált mindenedet. Próbáld meg elosztani az erőt az egész testedben, hogy gyorsabb és erősebb legyél. Mintha az olyan könnyű lenne. Egyre ügyesebb vagy. Gyanús, de tehetséges vagy. A következő feladatod ugyanis haladó szint. Most már két ellenfeled lesz. Jöhettek! Úgy látom, mégsem olyan szerencsétlenek, mint hitted. Pedig mindent elterveztem. A Game Masterek is erősek voltak, akiket küldtem. Nem hiába nyerték meg az előzőt. Hamar tanultam. És tényleg kitöröd őket, ha veszítenek? Persze, ez a játék lényege. Ha nyernek, te vetkőzöl, de kijuthatsz. Ha veszítenek, örökre a rabszolgán maradsz. Addig gondolkozz, melyik a jobb megoldás. De beteg egy állat vagy. Köszönöm. Tehát lejövök két Blue Eyes. Van valami módja, hogy megállítsuk? Bárcsak láthatnám a lapaidat. Nincs olyan kártya, amit tudsz aktiválni a csataszakaszba? Magyarul beszélj! Nincs olyan kártya, ami villog, mikor ezek támadnak? De van! Akkor miért nem használod, ember? Mert azt mondod, hogy csak az én körömben használhatok kártyát. Ez nem ilyen egyszerű, használd! Blue Eyes Ultimate Dragon! Üssi Tóri! Kiátszom! Guri! Guri Pintyon! Na, csak megment ez a szörcsimbó. Tovább Guri voltak előbb. Bravo! Örülök, hogy örültök, de van még egy másik kósárkányom is. Üski Tóni! Tóni, ilyen balfasz taktikával nem fogsz előre jutni. Hallgass rám, én segítek neked. Te meg ki a tökön vagy? Az mindegy. Segíteni akarok nektek, hogy legyőzzétek a Game Mastert. Furcsán kedves tőled. Mégis mit akarsz? Elmondom, hogyan tudod legyőzni Tamást. Csak szövetségre kell lépned velem, és én megoldom helyetted. És abból nekem nem származik hátrányom? Miért, hogy a francba lenne? Nemes a célotok, az, hogy kiszabadítsátok a barátotokat. De sajnos belém van programozva, hogy megöljelek benneteket. Ez a Zoli! Küzdj ellene! Veled lenne esélyünk! Sajnálom. Attila, hallgass rám! Ne szerencsétlenkedj tovább a szörnyi nézni. Én tudom, hogy győzheted le. Ki? Megismerős a hangod. Az mindegy, ki vagyok. Lépj velem szövetségre,
és megmutatom, hogyan használd a végső képességet, amivel legyőzheted. Ez valami csapda? Én ki akarlak juttatni titeket. És milyen képességre gondoltál? Megmutatom, hogyan használd, csak fogd be végre a pofád és lép velem szövetségre. Rendben. Akkor, hogy meg tudod dokkolni, én nem fogok kiülni. Ne legyél nagyra magadtal! Egy támadást nyomsz folyamatosan! Igen, egy betöltött fő támadáson. Fight össze! Ó, a picsába! Óbis. Komolyan végig sírtam arcodat, de a rögéstől. Igen, kös velem szövetséget, és megmutatom, hogyan tudod legyőzni. Ki vagy te? Talán az ördög? Köt veled szövetséget a tököm! Elgyéb volant. Eleget szerencsét neked már. Segítek neked legyőzni, és kijuttattak titeket. Jó van, csá! Azt hittem már vissza se jössz. Annyi ideig voltál halott. Csak elgondolkodtam a taktikámon! Nem hagyok több időt gondolkodni. Számoltam vele, hogy rájössz a megoldásra. De még ez sem lesz elég. Bazd meg! Nagyszerű küzdelem volt. Üdvözöllek újra itt. Már csak öt halál, és véget a nyomorék. Jó van, rohadék! Mit ajánlasz? Na, ezt már szeretem. Felturbózom a főtámadásra, hogy áttörjük Tibor védelmét. És akkor nyersz végre. És ez csak tényleg annyi a dolgom, hogy szövetséget kötök veled? Pontosan. Örülök, hogy sikerült felfogni. Szövetséget kötöttem a három másik társadban. Ha te is megteszed, segítek neked 100%-ban használni a One for All-t, anélkül, hogy összetörnéd magadat. Francba legyen, akkor csináljuk. Á, szuperhős tanulás. Én jövök, húzok! Kiásztam a Girtámmal, elpusztítom az Ancient Gear katapultat. Katapultoz Gear Golemet, Girtám Bayern, ami keres egy Ancient Gear Fusion. Itt az ideje, hogy az igazgató a saját kezébe vegye a dolgokat. Te most komolyan csak menődésből ültél be a kurva székbe? Az igazgató vagyok, így kényelmesebb volt. Nem tudod használni a kezed is, már menekülsz is. Azt hittem, ennél több tudást adtam át neked, tanítványom. Nem adtál át szart se! Csög lesz, más! Kiból fúziózom, lehozom ki az Ancient Gear Giant. Ez mi a franc? De mikor tudunk rá megpárbajozni? Menj rá! Na majd most megkap. Nem tudom, hogy csináltad, de nyertél. A kulcs a tiéd. Gratulálok, Bence. Sikeresen letetted a képességvizsgát. Íme a kulcs, ami a továbbításra kell. Köszönöm, de a kezem meg a lábam is el van törve. Ezt így hogy vegyem át? Mivel látom benned a potenciált. Hagyj segítsek kicsit. Ah, köszönöm, de mi nem ellenségek vagyunk? Attól még, hogy az új Game Master-t szolgálom, még segíthetek egy tanítványomnak. De most mennem kell. Sok sikert, Bence, a további feladatokhoz. Mi
a fasz? Mind a négyen legyőztétek a Game Mastereket. És mi maradt 5 életünk, pluszban, gyíkarc. Ha, látod, elbénáztad. Te csak ne neves, mert most, hogy nyertek, egyre kevesebb ruhába kell lenned. Mi a frasz? Te hülye vagy? Hello, cica. Van gazdád? Van, és nem szereti a patkányokat. Térjünk vissza a megállapodásunkra. Megvan a 4 kulcsunk, engedd ki Bézért. Rendben, megígértem. Itt a barát. Srácok! Eljöttetek, értem! Inkább csak beszippantott minket a játék. Nem mondhatjuk így is. Én ezért örülök, hogy meglepődődjön. Na srácok, az elsőn átjutottatok. Úgyhogy indul is a következő. Mindjárt megyek utána. Milyen haszontalan egy NPC vagy. Folyton meghalsz. Mivel elfogytak a Game Mastereim, amíg nem szerzek újakat, addig te leszel a következő játékmester. És mégis milyen játék lesz? Hát elég beteg elmének nézel ki. Ki tudsz találni egy horror játékot? Igen, egy elég beteget. Oké, akkor készítsd elő. Game Master címet kapsz. Teri, mit csináljunk, babám? Mi? Semmit, hozzám nem elérni. Valahogy engedelmességre kéne programoznom téged. Na mindegy, megnézem addig, hogy halad a következő játék. És ne is gyere vissza! Srácok, ti szövetséget kötöttetek valami random csókával? Igen, a hangja ismerős volt, de azt hittem, hogy Bézi a titokban. Semmi közöm nincsen hozzá. Börtönben voltam. Egész idáig tolna segítettem a Yu-Gi-Oh-ban. Hatalmas segítség voltál, na mindegy. Figyeljetek, bárki is volt, az segített nekünk, és ez a lényeg. Vajon a gonosz Game Master tud róla? Miről is? Semmi. Gyanúsak vagytok nekem. Túl könnyen ment az első játék. Na de se baj. Ezért büntetésből Attila most kimaradt, és 4 kell megcsinálnatok. Attila? De mit csináltál vele? Csak kispadra küldtem a játék alatt. Mindig, ha meghal az egész csapat, Attilának is levonok egy életet. Egy kérdés. Nekem mennyi életem van? Mivel mindenkinek 5 van, nagy lelkű leszek, ezért te is 5 élettel kezdhetsz. Nem akarok beleszólni, de nem 10-el kéne kezdenem? Itt nem te vagy a Game Master, köcsög! Az van, amit én mondok. Jó van, na nem kell ordibálni. A következő játék a Horror House. A következő Game Masterre bízlak titeket. Tudom. Én voltam az NPC a játékaitokba, de most én vagyok a Game Master. És ez milyen játék lesz? Mászkálós, ugrálós? Miért is? Horror House a neve. De akkor mi a faszomért vagy Assassin's Creed ruhában? Nem. Ez vampír kosztüm. Én magam készítettem. Hát akkor valamit nagyon benézték komán, mert ez egy assassin ruha. Fogjátok be! Itt én vagyok a Game Master. Oké, akkor áruld el, hogy mit kell csinálni a játékodban. Ja, várjatok, valóban felírtam. Ilyen nagy hiány van a Game Master piacon, hogy ilyeneket is felvesznek. Na szóval, 5 ilyen kulcs van elrejtve a házba. Azt szerezzétek meg mind, és tovább juthattok a következő játékba. Ez kb. Ugyanaz, mint az előző játék feladata. Jó, ne kötek egy, rögtönöznöm kellett. És akkor mi a csattanó? Mi akadályoz meg minket a kulcsok megkeresésében? Azt majd elmondom, ha bementetek. Na szóval, a házba 5 kulcs van, 5 filmes gyilkosnál. Öljétek meg őket, és szerezzétek meg a kulcsokat, hogy kijuthassatok. Sok sikert! Páran már itt hagyták a fogukat. De mégis milyen filmes gonoszokra gondolhatod? Darth Vader? Megatron? Szerintem horror filmes gonoszokra gondolod. Azért Horror House a játék neve? Srácok, azt hiszem nem ez a legjobb alkalom, de valamit el kéne mondanom. Tudjuk. Meleg vagy, nem kell mondanom. Nem azt a szemét. Arról van szó, hogy kiskorom óta fosok a bohócoktól, és láttam egy marhaparát az egyik ablakban. És mire akarsz kiukadni ezzel? Ugye nincs semmilyen filmes bohóc. Basztalán a Pennywise.
Nem kell fosnod! Ez a csóka csak most lett Game Master. Azt sem tudja, mit kell csinálni. Ja, csak rögtön ezt a játékot. De azt mondta, hogy meg kell ölnünk a gonosz levőket a kulcsokért. Még fegyverünk is, és mivel lőjük meg őket? Azt ráérjünk utáni akkor, hogy majd itt lesznek ezek a szellemek. Mi van már? Na jó, és nem kell fosni. Nincs itt semmi. Mi a baj, Tóni? Azt hiszem, most már futhat. Menjünk fel! Akkor ne menjünk fel! Mi a faszom vagy, te drog dealer? Jézusom, beszarok! Ezek de szerencsétlenek! Ez a játék egy kicsit túl félelmetes, nem? Nem, ez így pont tökéletes. Ha itt meghalnak, már semmi sem akadályozhat meg abban, hogy én maradjak a Game Master. Állítsd le az embered, nem kellene meggyilkoltatni őket. Te amúgy mit itt szólsz bele? Pucéron akarsz itt állni? Nem? Akkor inkább drukkolj azért, hogy ne jussanak ki élve. De ők emberek, nem pixelek, nem ölheted meg őket. Én nem is fogom. Majd a gyilkosok a játékban. Azok fogják. Jézusom. Nem elég, hogy múltkor komandósok meg sárkányok vadásznak át, most kibaszott gyilkosokat kell legyőzni. Amik között van egy cseszett bohóc is. Srácok, nyugodjatok meg! A Game Master azt mondta, hogy meg kell ölni őket a kulcsokhoz. Pontosan erről beszéltünk az előtt, de nincsenek fegyvereink. De mi van akkor, hogyha a saját filmjeinkben látott módszerekkel kell megölni őket? Bézé, te láttad az összes horror filmet? Nem, csak hát ha valamelyikünk látta valamelyik filmet. Hát, a sikot mondjuk azt lelőtték. Szóval most egy pisztoly kell. Ugyanott tartunk. Hát ha a Game Master követi a játékszabályokat, akkor el kell rejteni nekünk valahol fegyvereket, majd már legyőzhetjük őket. Különben csalnak. Akkor maradjunk együtt, és közösen keressük meg ezeket a fegyvereket. De miért maradnánk együtt? Így ha megtalálnak minket, egyszerre ölnek meg. Te hülye, hát az ilyen horrorfilmekben mindig azok halnak meg elsőnek, akik elválnak a csoporttól. Meg a négerek. De köztünk nincsen néger. Jó, akkor mindenki ragadjon meg magát az oldalon, mert vérekezhet, aztán keressük a fegyvereket. Srácok! Srácok! Hú, itt hátta van valami fegyver! Félek a bohócoktól. Nem félek a bohócoktól, nem félek a bohócoktól. Mögöttem van, igaz? Na most merre menjünk? Legnagyobb ajtó fele. Na, vigyázzatok át, csak egy hülye játék. Tóni, ne fuss el! Maradjunk egyben! Oda akarod őket, nem tudom, hogy te sem vagy egyben. Az ajtó megint nyitva van.
most már biztonságban vagyunk, de meg kell keresnünk a pisztolyt. Jó van, körbenézzük a törmelékben. Hoppá! Mindkettőt dolgozunk együtt. Rajd meg! Mi a franc? Én haltam meg legelőször, de addig nem érettem újra, amint mindannyian meg nem haltatok. Szintén. Szóval addig tart egy kör, még minden nem halunk. Viszont nekem van két jó hírem. Na mi az, hazamehetünk végre? Nem. Megöltem az egyik sikolyt. Vagyis mindkettőt. Mi a fasz? Férfi nemi szerv. Orvosi nevén pénisz. Jó van, Bézi, nem vagy már Game Master, Wikipédia. Leállnál? Szóval, mivel megöltem őket, megvan a kulcs is, és még a pisztolyt is megtartottam. Ó, hadd nézzem! Most mi a fasz? Szerintem, mivel Bence szerezte, ezért csak ő használta volna. Szép volt, Tóni. Ez most komoly, Tóni. Három életünk van, és most miatt a fegyverünk sincsen. Ó, a faszom ebben a játékba. Jó, lepicsogjunk, menjünk, keressünk más fegyvereket, jó? Bézé, fordulj meg, és mondd azt, hogy nincs mögöttünk egy gyilkos bohóc. Most hazudjak? Nem félek tőle! De ő igen. Aktiváltam egy kódot. Egyszer, de csak is egyszer tudjátok használni az előző játékban szerzett képességeiteket. Nehogy elbasszátok. Okosan használjátok. Mindig csak lesz MESH! Kapd be McDonald's! Utálom a kibaszott bohócokat. Na! Ezért valami büntetést? Miért kapnánk? Múltkor nekem is lemondtak egy életet az időlassítás miatt. Amúgy, hol van Bézi? Szóval megszereztetek négy kulcsot. Szép, de a csalás nem szép. Már miért lenne csalás? Keményen megszenvedtünk ezekért a képességekért. Figyú, csak nemrég lettem Game Master, csak átfutottam a szabályokat, de ez tuti csalás volt. Én meg nemrég voltam Game Master, és tuti nem csalás. A lényeg, hogy megvannak a kulcsok, engedj ki minket! Azt mondtam, öt kulcsot szerezzetek meg, nem de? Tényleg basszus, akkor hol az ötödik ellenség? Hú,
most pedig kezdésével hívjon a magéletetet. Bence, neked több képességed van. Már mindegyiket használtad? Nem, csak kis ujjamat és a gyorsítást nem is használtam még. Igazad van. All for one! 100%! Karakorszöltsök, szeress! Francba! Még nem végeztem! Már megint szólni akartatok! Ideje meghalnatok! Csak lesz, Flash! Nyertek. Szóval ezt tudod, mit jelent? Utálom ezt a játékot. Most pedig térjünk vissza rátok. Akármilyen szedetvedett Game Master is volt a segédem, abban igaza volt, hogy csaltatok. Az előző Game Masterben is használhattuk az előző játékban szedett képességeinket. Tehát most miért lenne csalás? Semmire torzió nem volt. De a Master levont érte egy életet. Rohadjon meg. Ez jó ötlet. Hogy nem jutott eszembe eddig ez? Kösz szépen, Tony. Minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai vannak? Nekem így csak egy életem maradt, úgyhogy kösz, Tony. Te fogd be a pofára, te kis pónidofil. Csendet! Most jön a kedvenc játékom. A Random Rumble. Csak hülye neveket találsz ki, és rögtönzöl a játékokat. Ne féltékenykedj, ex Game Master. Most bekerültök egy újabb játékba, ahol random játékokon kell végigmennetek, minden győzelem plusz egy élet, de ha elfogy, meghaltok. Végre kapunk életet is. Nagyszerű. Na, akkor induljon a banzáj! Muszáj kínoznod őket? Igen, élvezem. Remélem tudod, hogy nem fogok minden random játék után levetközni, mert már nincs, ami többet mutatna. Tudom, babám, de ha valami csodával határos módon megnyerik a Random Rumble-t, akkor bikiniben fogsz itt vidítve. Utállak. Köszönöm. De... ti is látjátok azt, amit én? Az egy csaj? Báj, szerintem ez egy ellenséges NPC. Gyertek, csatlakozzatok hozzám, jó idő van! Nem, Attila, nem szabad. Gyere, gyere! Nem harapok. Hagyjatok! Akkor sem megyek! Ne! Ja. Oh,
Itt az időben van? Elő azokkal a forvási domokkal. Utállok téged is, meg a hülye játékodat is. Visszatérve a játékhoz. Egy életetek maradt. Remélem tudjátok, mit jelent ez. És mi az utolsó játék? Megint milyen véletlenszerű szart találtál ki? Póni lovagló szimulátor. Ismeritek a Battle Royale fogalmát? Jaj, ne. Csak azt ne. Az utolsó játékunk a Fort Battle Night Grand lesz. Végre sikerült két játék címéből összegyúrnod egyet. És mi a faszom az a Battle Royale? Amikor ledobnak minket egy szigetre, és addig kell ölnünk egymást, amíg csak egy marad. Ezt tetszik. Ez azt jelenti, hogy csak egy maradhat a végén. Remélem felfogtátok. Most arra célzó, hogy egymás ellen is kell harcolnunk? Ez a Battle Royale lényege, igen. Sosem mondtam, hogy mind kiúthattok. Aki nyer a játék végén, bárha az közületek lesz, az kiengedem a játékból. És kik lesznek az ellenfeleink? Amíg a Random Rumble-be balfaszkodtatok, leklónoztam 95 játékost, velük együtt fogtok a helyszínre érkezni. Sok sikert! Lehetne még egy kérdésem? Igen. Lehet táncokat is venni 10 euróért. Nem ez a kérdésem. Ha nem? Csak annyi, hogy... Sok sikert! Bence, valami gyors talpalót a Battle Royale-hoz. Ahogy a Game Master is mondta, 100 embert ledobnak egy nagy szigetre, ott lesznek random fegyverek, és addig kell ölnünk egymást, amíg a végén csak egy maradnak. Most komolyan meg kell ölnünk egymást? Nem. Bencének is pont ezt magyaráztam, hogy csoportosan is lehet menni. Nem szeretem a csapatos Battle Royale-t, de igaza van a Tinának. Össze kell fognunk. És abban mi az izgalom? Mi a bajod, Tony? A csávó megmondta, egy ember nyerhet, nem egy csapat. Amúgy is mindig kötekedtek velem. Majd szólóban fogom tolni. Megőrültél, Tony? Megölném inkább! Háborúban nincs barátság, BZ. Remélem nem fogunk találkozni. A helyettől megületek bőrű! Hé, srácok! Láncokat is lehet venni! Basszus! Itt 5 euróért meg tudom menni ugyanazt a skint, ami az előző játékban volt. Ha-ha! Én is találtam egy jó kabátot. Ha megadom a bankszámla számomat, akkor meg is tudom venni. Basszus! Lehet venni teljes katonaruházatot. Basszus, srácok! Valamiért nem engedi megvenni. Miért? Hát csak annyi, hogy rám jössz arra, hogy vétel. Van-e? Ja, itt van-e. Oké! Megvan az összes tánc, úgyhogy... Az meg pénzé, ennél több rulat nem tudtál volna venni. Ennyire el vagy eresztve? Sok sikert, Ribanc! Tony, ne! Ne találkozunk, kötegek! Basszus! Srácok, sikerült megvennem a ruhát! Srácok! Srácok! Van egy belenyő! Hadd meg! Hát azt meg lehetett venni! Bence! Ott is! Hol van Obis? Na gyerekek, mindenki keressen magának fegyvert. Aszta! Hát ezt nem volt nehéz megtalálni. Srácok, én itt fogok lootolni! Srácok! Nézzétek, mit vettem 10 euróért! We'll be right back.
Bézi, ez most komoly? Inkább fegyvert keres. Jó, na! Ennyi! Semmi, ez is jobb. Srácok, mozgásban kell maradnunk, gyertek! Nézzétek, ott a tisztás! Menjünk oda, majd belátjuk a területet! Ez mi a fasz? Mi látszik, már kell rákültetni. Ezek hülyék! A picsába! Bence! Használtad a képességedet! Most mi lesz? Ez az egy életem van, ha ezt elvesztem, végem! Csak van valami megoldás! Srácok! Ti is halljátok? Aktiváltam a vészrotokort, használhatjátok a másik játékos képességeteket, anélkül, hogy a Game Master észrevenné. De minden használatnál sérülni fogtok, mert az agyatok már nagyon nem tud. Áruld el, hogy ki vagy és miért segítesz nekünk! Idővel mindent megtudtok, de ne felejtjétek, szövetséget kötöttünk. Mondtad már elégszer. Tónival vajon mi lehet? Utálom a kempergetiket! Te, ez itt a csőpont! Nézd már meg, hogy hova megy! Na bazd meg! Hol a faszomba lehet? Hello! Na, menjünk vadászni! Nézzétek, srácok! Mindenkinek három kilje van. Hát, nekem csak egy. Na, gyerekek, most ha van fegyverünk, ha kerüljük a feltűnést, és óvatosak leszünk, akkor túlélhetjük. Az ujját hogy van? Hát, nem gyógyult meg, mint az eddigi játékok végén, úgyhogy nagyon óvatosan kell mostantól használni. Nem tartom felnek, hogy én nem kaptam képességet. A csávó pikkelhet rád, szerintem nem bírja a Game Mastereket. Szerintem attól fél, hogy megint tudom használni a Game Master erőmet. Mégpedig? Mit tudom én? Térképleívás a pályáról, megmaradt enemik száma... Miért nem próbálod ki, baszki? Próbálsz meg él. Azt, amíg a játékosok fele él. Úgy néz ki, mi az erdős részen vagyunk, de még marha sok pályarész van. Szerintem maradjunk itt, elvileg nagy bajunk nem lehet. Bence? Baszki! Baszki! Ez a kör zsugorodni fog, hogy a játékosokat egy helyre terelje. És miért veszélyes ez a kör? Hát minden játékban más. Itt méreg, szörnyek, nem tudom, hogy itt most mi lesz. És ez a kör most éppen felénk zsugorodik? Bámulj, te pervez állod. Inkább a hülye játékoddal törődj. Te sokkal izgalmasabb vagy. Ezek a balfácának a végén a ködben halnak meg. Miért? Mi van a ködben? Egy kis meglepetés. Jobb lesz, ha elkerül. Már megint milyen szemétséget találtál ki? Csak figyelj!
Mi a franc? Bence, ne! Most én jövök! Káme! Lobozd meg! Bence, segíts Jóvisnak! Bence! Itt Jóvis! Én feltartom ezt! De pénzé nem kell, a köz veled is végez! Nem baj! Ha kijutszok, akkor nyerszünk! Most rajtam a sajt, feláldozzon magam! Nézzé, ne legyél hülye! Tudom! Én is feleszek titeket! Nézzé, nem! Ez meg mi a fasz csinál? Fel akarja áldozni magát, hogy megmentsen minket? De minek? Igen, vagyunk egyenlen. Hát épp ezt mondom, hiába ordított neki, de a köd meg ott van, nem mehetünk oda hozzá. Srácok, nem érzem a karjaim. Ja, ez a hülye meg használta a képességet, úgyhogy lebénult. Gyere, vigyük innen. Sok sikert, látok! Ne legyen hiába való az ön feláldozásom! Te már most is azt, te balfasz! De az lesz, bazd meg, mert nálad van a kurva térkép! Bazd meg, ez nem is mérgező. Mi ez a hang? Beszarás Tony, nagyon jó tolott. De akarod, tudok neked segíteni. Már megint te? Nem kell a segítséged, egyedül fogom megnyerni. De meg tudom mondani, hol vannak a barátaid. Együtt biztos nyertek. Nem fogok összefogni velük, mondtam már. Amúgy is miért fontos ez neked? Azt akarom, hogy nyerjetek gyagyás. Várjunk csak. Akkor te tudod, hogy hol vannak ők pontosan? Segítesz nekem? Persze. A karórádot beletápláltam a koordinátákat. Keresd meg őket és nyerjétek meg együtt. Köszi szépen! Most már legalább tudom, hol kell megölnöm őket. Mi? Várj, ne! Fogyatékos vagy? Itt csak veszíteni fogtok. Ők lehet, én viszont nem. Basic hívtad? Maradt 4, összesen pedig 10 játékos. Lidércek vannak a ködben, normális vagy? Még szép. Az a Tony meg miért fordult ellenük? Nem értem őket. A versenyszellem nagyobb benne, mint a haverság. Ő nyerni akar. Így kellett csinálni. Tudom, mire játszol. Azt akarod, hogy megölje a többieket. Én pedig végzek vele, mielőtt megnyert. Így van. Ez csalás. Én vagyok a Game Master. Azt teszek, amit én akarok. Ne szólj bele. Gyere! Mi a franc történt, Óbis? Mikor használtam a Kamehameha-t? Olyan volt, mintha a saját életerőmet használtam volna. Igen, én is észrevettem, használtam az ujjamat, és eltört az ujjam. Neked mi a képességed, Attila? A kardommal tudok gyorsan kardozni. Talán ez nem lesz veszélyes. Viszont nekünk minden fegyverünk elveszett, csak a te kardod maradt. És a BZ-nek is annyi. Fogalmunk sincs hányan éték túl, és hogy merre tartunk a pályán. Akkor ilyen lesz keresni nektek valami fegyvert. Nézzétek, ott egy gyárépület. Menjünk bele útolni. Francba, egy sniper! Ez ellen nincs esélyünk! A lövés irányába fog szűkülni. Ergo, nekünk is a sniper felé kell mennünk. Egyszerű, és mégis vagyok. Rohadt képesség! Óbis, nézd meg a lutyába, maradt-e még gránát? Oké.
Srácok! Azt hiszem, ezzel már megmozgathatjuk azt a snipert. No, bazd meg! Mi a frasz történt veled? Nem tudom, baszki. Ez valami csapda. Egyszerűen a lábaimat nem tudom mozgatni, csak a kezeimet. Most nem tudok mozdulni. Mi csináljunk? Menj oda, aztán segíts Jóbisnak. Ezt meneküljetek el. Hagyjatok itt. De nincs más megoldás? Nem, nincs. Menjetek. De ismerd el. Csapatosan jobb a Battle-t játszani. Jó, igazad van, elismerem. Várj! Neked nincs fegyvered. Vigy ezt a parra. Köszönöm. A végén találkozunk. Gyere, Jóbis! Menjünk, gyere! Menjünk, gyere! Na, gyere! Attilának is annyi. Ez az. Már csak öten maradtak. De ha Tony nyer, akkor ki tud téged hívni a challenge-re, nem ezt mondtad? Ki fogják nyírni egymást. Ettől nem félek. Plusz, ott van még két digitális katonám. Majd ők elintézik. Majd meglátjuk. Gyere! Bence! Ez így nem lesz jó. Én még egy támadást már nem bírok ki. Igen. Nekem is eltört már két ujjam. Nagyon okosan kell ezt csinálnunk. Vajon hány játékos lett még életben? És vajon Tony életben lehet még? Figyeljünk el a ködöt is. Amíg fedezében vagyunk, nincs gond. Mint vártam. Kösz, hogy lefoglaltad. Tony, megmentettél! Nehogy azt hidd. A Battle Royale még tart. Hülye vagy? Segíts Jóbisnak, mindjárt eléri a köd! Akkor már csak ketten maradtunk? Ez az, tudtam, hogy nyerni fogok. Ha? Gratulálok. Ti hárman vagytok a döntősök. De ezt a játékot csak egy nyerhet. Döntsétek el, hogy ki az. És várom a nyertest. Srácok, nézzük reálisan a dolgokat. Még ha fel is adom ellenetek a játékot, hogy akarjátok legyőzni a Game Mastert? Két nyomorék egy kupacba. Tony! Miért nem lépsz be a csapatunkba, és mindhárman kijuthatnák a játékból? Nem, ez nem így megy! Ez egy Battle Royale, csak egy ember nyerheti meg. És az én leszek. Ne legyél görény, Tony! Fogjunk össze! Látom, nem látjátok át a helyzetet. Fejezzük ezt be gyorsan. Na most felbasztam magam, köcsögök! Megidézem a kék szemű Hókárdot és a vörös szemű éjbombát! Ezt kapd el, Óbis, ne van át! És ne! Bence, nem érted, mire jártok? Nekem még full HP-m van. Egyedül nekem van esélyem a Master ellen. De miért kellett ellenük fordulnod? Mert nem érted a lényeget. Megmondta a Game Master is. Csak egy ember nyerheti meg. Nem egy csapat. Tehát te ezért nem akartál csapatba lenni, mert csapatként nem nyerhettük volna, csak egyénileg. Pontosan. Örülök, hogy végre a retkek is megértették. Akkor léci, picsász ki a Game Master. Egyértelmű. Rohadj meg! Na,
De ki a király? Ki nyerte meg, ő? Csend legyen! Valóban megnyerted, de ez még nem jelenti azt. Kihívlak egy challenger! Mi? Ezt nem! Tudom a szabályokat, megnyertem a játékot, jogom van téged kihívni egy challenger. Rohadj meg! És melyik játékba fogunk megmérkőzni? Azt majd megmondja a szövetségesem. A bajnokod? Mint megtudtam a kedves kis új barátomtól, kinevezhetek egy szövetségest, aki lejátsz a helyettem a meccset. Okos vagy mi? Na és ki lenne az? Meglepetés! Meglepetés köcsög! Mi a franc? Az eredeti Game Master? De téged legyőzött BZ. Valóban. De nem törölt ki ez a kis ritárt. Hála a csapatnak és a szövetségnek, amit kötöttek velem. Velem kell játszanod a challenge-et. De nem hat rá majd az a béna cheat, amit a BZ ellen használtál. Ez nem is igaz! Szóval, a játék, amire kihívunk, Grand Central Spotlight. Ne! Csak ezt ne! Én nem tudok táncolni! A bajnokom pedig BZ! Gyerünk BZ anyag! She's a dancing girl, she's a maniac. What she wants to break my heart. She's a dancing girl, she's a maniac. What she wants to break my heart. She likes boys and girls, but I try my luck. Maybe she's born with sushi, now she wants my thug. But how weird that when she's a dancing girl, she's a maniac. Tony, most pedig, hogy betartsam az életemet, feltámasztom a barátaidat, és visszakerültök a való világba. Szóval mióta BZ lett a Game Master, azóta vissza akartál térni? Persze, ez az én játékom. Most pedig tűnjetek a szemem előtt, gyíkartok. Bazd meg! Itt jó volt a játék, vagy legalább nem pucéran tértünk vissza. Vagy már most nem a BZ küldött minket vissza? Mi Dori? Amúgy megnyerted, vagy mi van? Igen, megnyertem. Az előző Game Master segített legyőzni az új Game Mastert, és átvette az irányítást a Game Masters felett, és visszajutott minket ide. Na, jól van. De vajon BZ kijutott? Srácok, sikerült kijutnunk. Mind megvagytok? Igen, BZ, mindenki kijutott. Na király, nem akartak valamit együtt játszani? BZ. Most jutottunk ki egy játékból, ami majdnem megölt minket másodjára. Ez az első dolgot, hogy játszunk valamit? Elég sokáig voltam oda bezárva, úgyhogy igen! Jó, oké, egy a fene, egy játék még belefér. Na induljunk haza, Attila, ott van a gép. Oké, de csapatba, nem szólóba, Bence. Nem, értettem. Hobbis, nem akarsz végre hazahúzni a picsával? Tudod, hogy szar a gépem. Így mégis hogy játszak veletek? Ezt még egyszer megbánom, de ott a másik laptopom azzal be tudsz csatlakozni a játékba. Mi most? Most tényleg? Ez furcsán kedves tőled. Na fogd, aztán húzd még mielőtt meggondolom magam. Ezer köszi, Tony! Te vagy a legjobb! Tudom. I smile your perfume. I
csög lesz, mert! Ha 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 ha!